Az elmúlt évszázadokban nem voltak kamerák egy csoda szemtanúja. De már a 20. században minden megváltozott, és megtehetjük, nézz egy pillanatot a múltból. Természetfeletti jelenségek többszörös rögzítéseik szerte a világon. Mesélj nekünk a megfoghatatlan világról. Az első, meglehetősen híres videóban 2012 bekapcsolt CCTV kamerával kereszteződésében a fényerők megnyilvánulását látjuk, mint az izzó férfi teleportálja a sofőrt motorkerékpár másodpercekkel egy szörnyű baleset előtt. A teherautó sofőrje ugyanolyan sokkot kapott, mint aki mentett. Egy újabb videó egy angyalról, aki nagy sebességgel halad, leszáll és azonnal elrepül. És a harmadik videó, egy angyal jelent meg a mennyben Kínában 2018-ban, Szuhai városában, lakosság 1.891.100 ember. A lövöldözés a halászlány szobor közelében történik, ki kiterítette hálóit, ki gyöngyöt tart a kezében. A jobb képláthatóság segítségünkre lesz, lásd Mihály arkangyal, mögötte egy nagy kastély, és a bal felső sarokban egy aranytemplom. Ha alaposan megnézed, láthatod, bejárati oszlopok az ókori Görögország építészetéhez hasonló módon készült. Mihály arkangyal megmutatta az embereket a nagyvárosban, csoda, hogy higgyenek és tudják, imáik meghallgatásra találnak. Az esemény előttben 20. századi Mihály arkangyal Spanyolország északnyugati részén jelent meg. Június 18.1961 Mihály arkangyal megjelent négy lánynak garabandalban. Azóta a gyerekek sok jelenséget láttak, teotokos, és üzeneteket közvetített az emberekhez. A falu fölött garabandal egy kis hegy, amelyen fenyőcsoport nő. Egyszer mondták a lányok, egy aranytálas angyal jelent meg nekünk a fenyők közelében. Azt mondta, mondjunk el egy imát, majd átadta a szent ajándékokat. 1962-ben, május 2 az angyal azt mondta, hogy Isten csodát tesz az embereknek, hogy az emberek higgyenek. Conchita González az egyik lány nyelven jelenjen meg a szent ajándékok úrvacsora alatt, 15 nappal a csoda előtt, minden figyelmeztetni fogják. Június 18 a város tele volt emberekkel, mindenki a csodát várta, és éjfélkor Conchita kiment térdre, esett a tömeg közepén, és az égre szegezte tekintetét, kinyújtotta a nyelvét, és sok lámpás volt irányult rá. Hirtelen a szent ajándékok megjelennek a nyelven, ami még néhány percig lehetett látni. Commerçant Barcelonából 79 kép készült. A jelenséget sokan megfigyelték, akik egy csoda tanúi. Link a fotóhoz a leírásban.